Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, például ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam jóslásunként 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Ez megjelenik a másik csatornámon, Meisterin des Kartenlegens. Ott vannak ezek a videók mindig álnéven. Nem szoktam beszámolni arról pontosan, hogy miről van szó. Nagyon-nagyon óvatos vagyok ezeknél a videóknál, mert nem szabad, hogy mások rájöjjenek arra, hogy rólad vagy rólatokról van szó. Miután elkészült ez a videó, és feltöltöttem a másik csatornámra, megkapod e-mailen keresztül a linket a videóhoz. Amikor ez a felvétel megjelenik, az február 12-e, és ezen a napon a nap a határon van az indiai számítás szerint a bak jegye és a vízöntő jegye között, de átlép most a vízöntő jegyében, jön egy új havi téma. Ez a levegő eleme, nagyobb mozgás, könnyűség, ötletek, kapcsolatok, kommunikáció. Vénusz bolygó elhagyta a nyilas jegyét, és áttért most a bak jegyébe, ahol Mars bolygó is van. Tehát Mars és Vénusz egy jegyben van, ez jelenti a kapcsolatokat, a közeledést, mivel Vénusz bolygó gyorsabban mozog, közeledik Mars bolygóhoz, ez arra utal, hogy mi hölgyek közeledünk hozzá. A nap az indiai számítás szerint a halak jegyében van, és az jelenti az érzelmeket, az álmokat, a vágyakat. A hold besugározza Mars bolygót és Vénusz bolygót is a halak jegyéből, a kapcsolat jó. Tehát egy kellemes hatás, ami a szerelmet illeti, megvan a közeledés, mi hölgyek közeledünk ugyan hozzá, de lesz kapcsolat. Nála viszont megvannak az álmok, a vágyok, az elképzelések. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Ez itt felül látható. Itt a kelyhek jelentik az ő érzelmeit, az álmait, a vágyait, az elképzeléseit, ahogy a hold mozgása a halak jegyéből kihat Mars bolygóra, persze Vénusz bolygóra is. Tehát itt álmokról, álmodozásokról van szó. Ha ő hisz ebben, akkor ez az álom megvalósul. Viszont, ha ő ezt nem tudja elképzelni, és úgy gondolja, ebből úgysem lesz semmi, akkor ez a kártya egy illúzió, ami csalódásokhoz vezethet. Itt látható ez a lovas hintó, a fehér szín jelenti a mozgást, a fekete az fékezi a dolgokat, hol így, hol úgy. Lehet, hogy arra vár, hogy te közeledj hozzá. De találkozni akar veled, ő is tudná irányítani az eseményeket, de én úgy érzem, hogy ő még nagyon bizonytalan. És az érzelmei itt láthatóak. Itt megvan nála ugyan az életerő, sőt, a belső erő és a hit, hogy ez az álom tényleg megvalósulhat.
de vannak mégis nála bizonytalanságok, félelmek, hiszen itt a kelyhek jelentik az ő érzelmeit, és ezekből a kelyhekből itt 9 darab van. És ez a 9-es szám, ez a kerítés. Ő úgy érzi, eddig eljutott, de nem tudja hogyan tovább, nem látja a dolgokat, nem tudja, hogy mi van a kerítés mögött. És itt tényleg kell az erő átmászni ezen a kerítésen, hogy előre menjenek a dolgok, hogy legyen egy új kezdet, hogy legyen közeledés, legyen bizalom. Tehát a feladata tulajdonképpen az lenne, hogy ő irányítsa a dolgokat, de látható a zárkózottsága, mintha arra várna, hogy te kezdeményezz. És mit fog lépni? Itt látható, hogy vannak nála félelmek, bizonytalanságok, álmatlan éjszakák. Nagyon bizonytalan. De ez a varázsló segíteni fog. Ez lehet egy szertartás, hogy áttegye magát a félelmeken, a bizonytalanságokon, vagy ez a mágikus jelentheti a mágikus vonzalmat kettőtök között. Tehát te tudsz neki segíteni, hogy ez az álom megvalósuljon, hogy jobban érezze magát, hogy legyen nála ez az életerő, hogy áttegye magát a korlátozásokon, hogy végre legyen mozgás, és előre menjenek az események. Itt középen a magyar kártya látható, amit a férjem készített. Ő német, ő nem ismeri a magyar betűket, vagy a rovás írást, de én mutattam neki, és akkor eszébe jutott, hogy ez hasonló, mint a németeknél a rúna. És így jött az ötlet, hogy elkészíti ezt a kártyát, ezeket a magyar kártyákat, és ennek is van egy jelentősége, utal arra, hogy mi fűz össze benneteket, és megnézzük, hogy mi látható itt. A C betű. Gondolkodj el azon, mit jelent számodra ez a C betű. Ez lehet egy név, mint például Cecília. Vagy lehet egy város, mint például Celldömölk. Vagy lehet egy fogalom, mint például célok. Mit jelent számodra a C betű, azt leírhatod a kommentárba. A régi írásmód, az itt van középen, így látható, régen így írták a C betűt. És ennek van egy misztikus jelentése is. Itt kell egy konkrét irány, hogy előre menjenek a dolgok. Tényleg kellenek a célok. És én megmutatom a rúna kártyát, hiszen itt látható, hogy ugyanúgy írták, illetve ez a rúna bizonyára más betűt jelent, mint Magyarországon, de ugyanaz a szimbólum. És ez a kép, ez a rúna azt jelenti, hogy most minden olyan viharos, körülötte vagy körülötted, de nem baj, hiszen előre mennek a dolgok ennek ellenére, de az erőt, az élet erőt ne kívülről keresd, hanem itt szükség van a belső erődre, a hitedre, mert ezáltal mennek előre a dolgok, és elérheted a céljaidat. Örülnék annak, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy lájkolnád ezt a videót, amennyiben tetszett, vagy ha feljelentkeznél a csatornámra. Meglátogathatsz a Facebook oldalon is, Dender a Medici, vagy Dender a Susanna Medici, ahol
naponta beszámolok a maja naptárról. És ez volt a felvétel, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!